A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az év iskola rendőre díjat kapott az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságától Májer László rendőr őrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának kiemelt főelőadója. Ez adja a mai műsorunk tematikáját. Jó estét kívánok, hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk. Remélem, hogy izgalmas és érdekes beszélgetés lesz a mai. Nem ez az első díja őrnagy úrnak, hiszen néhány évvel ezelőtt megkapta a Székesfehérvár közbiztonságáért díjat. Székesfehérváron volt már évrendőre is, nagyon sokan ismerik, és hát az évrendőre miniszteri díjat is magáénak tudhatja. Az év iskola rendőre díj viszont azt gondolom, hogy talán a legjobban illeszkedik a hivatásához, ami nem csak a rendőri hivatás, nem csak a közlekedésrendészet, hanem a prevenció és a gyerekek. Jól gondolom én ezt? Igen. Maga az egész iskola rendőre program, ami 2008-ban indult, arról szól, hogy a legvédtelenebb közlekedésben résztvevőket, a gyerekeket próbáljuk felkészíteni azokra a veszélyekre, amik esetleg a közúti közlekedés során rájuk leselkedik. Ezekre a megelőzési órákra, amikor kimegyünk a gyerekek közé, nem csak én, hanem az összes többi iskola rendőr, mert a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon 47 iskolában vagyunk jelen, 27 iskola rendőrrel, akik szintén ugyanígy elvégzik a feladatot. A fő cél ugye elsősorban a kapcsolattartás az iskola és a rendőrség között, és ezen belül felkérésre, vagy pedig önállóan elkezdjük a megelőzési munkát, de ugyanígy vonatkozik ez a megelőzés a bűnmegelőzési vonalon is, a balesetmegelőzési vonalon is. Ugye a balesetmegelőzés az egy kicsit speciálisabb, hiszen ott szószoros értelmében a közlekedésben, mint társasjátékban be kell vonni a gyerekeket, hogy mire önállóan közlekednek, ne legyenek problémáik. Reméljük, és ezek szerint jól sikerült végezni a munkánkat, hogy ez, amit csinálunk, az hasznos lesz. Nagyon érdekes, mert több különleges programon vettem részt, akár alsó tagozatos előadáson, akár felsősöknek tartott foglalkozásokon, vagy különböző versenyeken, de minden korosztályhoz megtalálja a hangot. Ez mennyire fontos? Egyrészt az, hogy egyenruhában találkozik a gyerekekkel rendszeresen, másrészt pedig, hogy a saját nyelvükön szóljon hozzájuk, és tegyen fel kérdéseket akár. Hát ez fontos, hiszen minden egyes gyerek, ugye a óvodástól kezdve egészen a középiskolás, vagy a felnőtteken keresztül egy külön-külön-külön gondolkodásmóddal van. Innentől kezdve, hogyha nem találjuk meg a közös hangot, akkor mondhatunk bármit, hiszen egy idő után unalmas lesz, egy idő után azt mondja, hogy ez engem annyira nem érdekel, viszont ha le tudjuk kötni, természetesen ez az is kell, hogy a megfelelő hangot, a megfelelő gesztusokat próbálja a rendőr mutatni felé, és egy pozitív rendőr képet, ugye az egyenruháról volt szó. Ugye az egésznek az a lényeg, hogy megpróbáljunk egy pozitív rendőr képet, hogyha bármi van, nyugodtan a gyerek ne azt mondja, hogy jaj, jött a rendőr, hanem hogyha gond van, probléma van, forduljon hozzá bizalommal. Ugye ez az iskola rendőr mozgalom programnak is az egyik, hogy mondjam, jelszava, hogy fordulj hozzá bizalommal. Tehát amikor olyan jellegű problémája van, amit lehet, hogy szülőkkel nem biztos, hogy megoszt, mert sajnos tudjuk, hogy mostanában nem biztos, hogy megosztja a szülőkkel, lehet, hogy egy rendőrrel, egy egyenruhással előbb megosztja a problémát, és hogyha tudunk, segítünk. Hogyha nem tudunk ott abban a pillanatban segíteni, akkor megkeressük azt a csatornát, amin keresztül a hozzánk forduló gyermek tud tovább haladni a segítség felé. Tehát
Ami a lényeg, hogy minden egyes korosztályhoz máshogy kell szólni, azt hiszem, hogy ez egyértelmű, viszont hogyha megvan a közös nyelv, megvan a közös hang, megvan a közös útvonal, amit megpróbálunk bejárni, akár a programon keresztül, akár egy órán keresztül, akkor nagyon nagy sikereket tudunk elérni. Miért éppen a gyerekekkel szeret a leginkább foglalkozni? Hát ugye ez elég régóta indult, még a 70-es évek végén, amikor az öreghegyi művelődési házba kezdtem. Na pont erre akartam rákérdezni, nyilván erről beszéltünk, de hogy most hogy rendőrként miért pont a gyerekek, de akkor vissza is ugorhatunk akkor a gyerekkorban, amikor még nem volt rendőr, de mégis nem volt annyira messze ettől a fajta munkától népművelőként, vagy még korábban hogy került az öreghegyi közösségi házba, miért? Hát akkor még öreghegyi művelődési háznak hívták, és ugye édesapám volt az első igazgató, aki létrehozta magát az intézményt a régi Fanta tábornok villájának a helyén, ugye azért hívják Fanta villának sokáig. És hát gyakorlatilag én nagyon sokáig ugye ott sertepert éltem, ott mindig a művelődési házba, oda jártunk könyvtárba, a Kossuth iskolából ott néha oda mentünk le, színházba, moziba, ugye ott már működött a mozi. És akkor, amikor az első munkahelyem is ott volt, mint népművelőként ott helyezkedtem el, és akkor ugye ott elkezdtem már az ifjúsági klubot vezetni, illetve akkor még úgy hívták, hogy pajtás klub, ugye, mert ez volt a hivatalos megnevezés, akkor is már gyerekekkel foglalkoztam, és ez úgy valahogy úgy mindig jött magával, amikor utána a megyei művelési központban dolgoztam, amikor Ercsibe dolgoztam, mindig úgy jött magával, hogy mindig a gyerekekkel, a fiatalokkal foglalkozom, és ez úgy beivódott az emberbe. Én azt mondom, hogy ennek az egész dolognak, hogy az ember a gyerekekkel tudjon foglalkozni, kell egy olyan affinitás, ami nem tudni, hogy honnan jön. Ez csak úgy jön. Tehát amikor oda megy az emberhez egy gyerek, és valamit mond, akkor néha le kell hozzá guggolni, hogy egy színbe legyen a szemünk. Mert hát ugye az, hogy ő főfelé néz, az jó. És a rendőr is legugolhat a gyerekhez? Én szerintem igen, minden különösebb gond nélkül. Mert ebből nincs baj. Ugye az a legrosszabb, amikor ugye egy-két szülő mondja, hogy már hogyha rossz leszel, elvisz a rendőr. Hát ez a legrosszabb megközelítés. Szoktam mondani ilyenkor, amikor meghallom, hogy az a mumus. Tehát mi segítünk. Még ha néha nem is úgy tűnik. De most, hogyha maradunk a prevenciónál, a baleset megelőzési előadás, a bűn megelőzési előadásnál, a különböző megelőzési rendezvényeknek, ott segítünk. Azt segítjük, hogy hogyan kell különböző dolgokhoz hozzáállni, hogy ne legyen baj. Hogyan kell úgy közlekedni, hogy a veszélyhelyzetet a legkisebbre csökkentsük. Úgy beszélünk hozzájuk, hogy megértsék, hogy ez egy veszélyes üzem, és ez nem úgy van, mint a videójátékoknál, hogy van 5 életed, hanem 1 van. És hogyha ezt az 1 életet te valami miatt, akár a drog, akár az alkohol, akár a közlekedési szabályok semmi bevételével úgy szétszabdalod magad ezzel, akkor az úgy nem jó. Az úgy nem jó, és ezért kellene az, hogy ebbe partnerek legyenek a szülők is. Azt hiszem, hogy ebbe egyetértetünk, hogy a szülőtől hozza a gyerek otthonról azt a magatartást, amit már, hogyha becsontosodott, nagyon nehéz. Tehát teljesen mindegy, utána a rendőr az mit próbál. Persze figyelnek rá, mert az az egyenruha varázsa, kiállás varázsa, bármi, ami van, megpróbálhatjuk. De a szülők, hogyha ebben nem partnerek. Persze, és hogyha nem olyan mintát mutatnak, akkor az úgy nagyon nehéz. Tehát ugyanaz, mint amikor az ember elmegy egy órát tartani, és azt hiszem, hogy ez tapasztalatból, hogy én mindig szoktam mondani, hogy ezt üzenem apunak, anyunak is, egy-egy szabályt. Ezt üzenem, adjátok át. Legyetek a mi kinyújtott kezeink. És volt már olyan egyébként, hogy egy
családi napon odajött hozzám egy apuka, hogy hát azt mondja, őrnagy úr, itt a gyerek, amikor hazajött, és akkor utána mondta, hogy volt előadásom maga, és akkor utána mentünk, és akkor rám szólt, hogy apu, itt meg kellett volna állni, apu, itt vigyázz, mert mindjárt piros lesz. Hát, és mondtam, és ez baj. Nem, ne értsen fel, nem baj, nagyon jó, csak hát kicsit kellemetlen, amikor a gyerek tanít engem. Hát ugye ez lenne a lényege, csak kicsit meg is kéne fordítani, hogy a szülő is tanítsa a gyereket. Visszatérve egy kicsit erre az affinitásra, nem gondolt sose arra, hogy tanár legyen? Hát igen. Volt egy időszak, amikor ugye Ercsibe voltam, ott néha ugye a gyerekszínjátszó csoportot ott vezettem, és amikor éppen úgy volt, akkor az iskolába is szóltak, hogy kéne esetleg besegíteni egy-két órára. Én szerettem volna, csak úgy nem úgy alakult az élet, hogy ez sikerült. De most már megtaláltam a helyem, tehát most is gyakorlatilag, hogyha úgy veszek, akkor tanítok, és ugyanúgy megpróbálom a tudást átadni a gyerekeknek, mint minden pedagógus, kollega, mert mondhatom őket nyugodtan kollégának, megpróbálom átadni a tudást, és jó az én tudásom, amit én adok át, a speciális tudás, de ugyanúgy hasznos, és ugyanúgy a gyerek javát szolgálja, mint akár egy matek, egy magyar, egy történelmi, és még sorolhatnám az összes dolgot, mert ez is a mindennapi életnek a velejárója, a közlekedés, sőt, azt hiszem, sokkal előbb közlekedik a gyerek, mint hogy iskolába jár. Tehát, hogyha ugye az óvodai programoknál is, amikor hívnak esetleg óvodába, ott is ugye megpróbáljuk elmondani a dolgokat, óvodás szinten persze, meg hát amikor ugye első-másodikasoknak tartok most előadást egy-két iskolába, és próbálom mindig azt a fajta mentalitást beléjük verni, hogy ez egy társas játék. Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Felelős vagy magadért, felelős vagy a másikért. Felelős vagy abba a dologba, amit éppen csinálsz. Ha ez a közlekedés, akkor a közlekedés. Ez a társas játék, ez annyira jó hasonlat, és olyan sokszor eszembe jut nekem is, és én is mondtam már a kislányomnak, hogy társas játék, és mindig tudnod kell, hogy ez az autó megáll-e, amikor átmegyünk a zebrán, vagy ne. Mondjuk még azért néha csak így néz körül az úton, de mindig fogja a kezem, tehát hogy nagyon szabálykövető. 32 évvel ezelőtt a székesfehérvári rendőrkapitányságra szerelt fel, és azóta itt is maradt a városban, és a speciális területet már érintettük, és ez pedig a közlekedésrendészet. Igen. És azt is említette, hogy a helyén van. Uh-huh. Miért van a helyén, és miért pont a közlekedési terület az, ami vonzott a rendőri hivatásban? 32 évvel ezelőtt ugye volt lehetőség felszerelni, akkor úgy alakult az egész, hogy akkor a közlekedésrendészeti osztályra osztottak be. És amikor ott elkezdtem a járőr tevékenységet, ott azt csináltam, aztán utána baleset helyszínelő lettem, azt is csináltam egy darabig, utána ugye vizsgáló, azt is ugye főiskola együtt a vizsgálotta, és akkor utána volt egy lehetőség, ezt a baleset megelőzési vonatát vegyem. Hogy miért pont a közlekedés? Én úgy gondolom, hogy ha az ember valamit elkezd csinálni, akkor azt vagy csinálja, vagy nem csinálja. Vagy beleáll, és ezt a hivatást bevállalja, hogy akkor oda teszi magát, és ezt a hivatást, ezt akkor, amíg lehetősége van, és amíg ezt elvárják tőle, hogy csinálja, addig csinálja. Ugye tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld, ugye van ez a mondás. Hát most az ember teszi. És ugye ahogy egyre inkább jöttek az évek, jöttek a tapasztalatok, jöttek a különböző olyan behatások, amik érik az embert, és jöttek azok a dolgok, amiket egyre inkább jött az, hogy ezt át kell adni. És ugye itt már, amikor rendőr voltam, itt például az első, ez még a 90-es években volt, a fiam
osztályába mentem el először, akkor még helyszínelő voltam. És akkor megbeszéltem az ottani osztályfőnökkel, hogy alsóba bemegyek egy órára, és beszélgetünk a közlekedésről. És annyira jól sült el a dolog, hogy többször is mentem, és akkor utána... Imádják a gyerekek ezeket a foglalkozásokat. És akkor utána többi tanítónén is, hogy esetleg, hogyha hozzánk is jönne, és akkor így kialakult, és nem bánom. Én szerintem ezek jók voltak. A mai napig... Partner volt benne a rendőrkapitányság is. Tessék? Partner volt igen, benne a rendőrkapitányság igen. Egyébként is. Ezt a mindenkori vezetőimnek köszönöm, hogy ezt lehetővé tették, mert azért a több minden más feladat mellett kell ezt csinálni. Tehát ugye úgy van, hogy mindig vannak olyan feladatok, amik ugye prioritást élveznek a rendőrségnél, de ugye én úgy mindig megpróbálom úgy rakni a kis mozaikokat, hogy mindig maradjon idő arra, hogy most akkor egy órát, egy rendezvényt, egy olyan programot biztosítsunk, amivel magát a célt, a baleset megelőzést és a közlekedés biztonságot el tudjuk érni. De mondom, ebbe biztos, hogy a mindenkori vezetéshez maximálisan hozzájárul ehhez, hogy ezeket a sikereket, mert azt hiszem mondhatom, hogy sikereket, sikerült elérnünk. A kérdés nyilván ennél sokkal összetettebb, mégis felteszem, hogyha különböző fiókokat veszünk, és saját magát kell, hogy belerakja, akkor pedagógus, rendőr vagy közlekedési szakember? Fú, nincs egy nagy fiók. Nincs, külön vannak ezek a fiókok. Nem tudom. Talán az el, tehát hogyha rangsorolni kéne a fiókokat, akkor talán rendőr, aztán közlekedési és pedagógus. Mert most jelenleg ugye, hogyha ezt vesszük, hogy ugye én most ezt a hivatást választottam, ez a legfontosabb. Mit jelent számára az, hogy rendőr? Ez egy akár, tehát akárki akármit mond, a hivatáson kívül azért ez egy életforma is. Azért itt a mindennapi életben is rendőrnek kell maradni. Tehát én megmondom őszintén, hogy azért ez egy tartást kell, hogy adjon az embernek. Egy olyan belső elhatározásnak kell lenni, hogy ezt én azért csinálom, mert ezzel szeretnék segíteni másoknak. Mert hogyha ezt nem érzi valaki így, akkor nem tudom, hogy akkor csak egy munkahely. Én megmondom őszintén, én hát azért vagyok itt 32 éve. Mert ezt én nem tudok más mondani, szeretem csinálni. Mert sokszor mondják, hogy de hát Laci, miért nem mentél, amikor lehetett? Mert én ezt szerettem csinálni, és még volt 4 osztály, ahova még nem mentem el előadást tartani, tehát az be kellett pótolni azt a restanciát, és hogyha én elmegyek, most idézőjelben, mert megtehettem volna, ugye, mert vannak különböző korkedvezmények, de akkor mi lesz azzal az iskolával? Én mindig így gondolkodtam, hogy most mi lesz akkor, már felépítettem valamit. Tehát vannak olyan iskolák, ahol tényleg már 2008 óta szinte folyamatosan, most már sokszor van úgy, hogy rám köszön valaki, hogy jó napot, megismer? Hát mondom, nem. Hát mert amikor volt nálunk előadást tartani, 3., 4., meg 6. is, meg 7. is, meg hát mondom, drágám, biztos, melyik iskolába járt, és akkor mondja, melyikbe, hát mondom, és jó, azok annyira jók voltak, mondom, köszönöm szépen, de... Nem, hát nem ismeri meg őket az ember, de örülök neki, hogy ilyen visszacsatolások jönnek, hiszen ebből látszik, hogy valamit jól csinálhatok. És egyébként, hogyha úgy én helyettem itt most más iskola rendőr kollega ülne, akkor szerintem ők is ugyanezt mondanák, hogy a visszacsatolás az nagyon lényeges, hogy amit mondunk, és amit megpróbálunk előadni nekik, és ahogy foglalkozunk velük, annak legyen egy visszacsatolása. Hogy igen, mondta a rendőr, gyalogos átkelőhely előtt, megállok, körülnézek, és hogyha érkezik a jármű, megvárom, a szemkontaktust megpróbálom fölvenni, hogy mit tesz ő.
Nem biztos, hogy észrevesz, sajnos. De akkor is a saját, én mindig ezt mondom, a saját biztonságod érdekében várd meg, hogy az a nehezebb, gyorsabb, erősebb eszköz, ez mit csinál. És hogyha ez megvan, akkor már is mehetsz. De hogyha ha ezt úgy nem sikerül beleverni a fejükbe, és nincsenek visszacsatolások, hogy igen, igen, mert abba, tehát mindig azt mondom, hogy jusson eszébe abba a pillanatban, abba a veszélyhelyzet pillanatában, hogy mit is mondott az öreg rendőr ott, hogy mit is mondott. Mert hogyha már elgondolkodik rajt, tökéletes. De hogyha el se gondolkodik rajt, annál rosszabb nincs. És ezért mondom, hogy az összes többi kollégának, akik kimennek, és akár bűnmegelőzési, akár, vagy csak a mindennapi életbe találkoznak az iskolába, bemennek, az ügyes-bajos dolgokat meg tudják beszélni, hogy legyen visszacsatolás, hogy amit kérdezett a gyerek, azt én elmondom, és legközelebb megyek, akkor esetleg rákérdezek, hogy most akkor sikerült-e elrendezni, és lehet, hogy azt mondja a gyerek, hogy igen, azért, mert ezt és ezt mondta. Ez egy borzasztóan jó érzés. Retteltesen jó érzés, amikor jön a visszacsatolás, hogy igen, ez jó volt, amit tetszett mondani, igen, ez jó volt, ez tényleg így rendben volt, és megtaláltuk a megfelelő dolgot, és csak így érdemes ezt az egészet csinálni. Végig tud úgy sétálni Székesfehérváron, hogy valaki ne szólítsa meg? Nem nagyon. Ugye nekem eleve én törzsgyökeres fehérvári vagyok, tehát itt nőttem fel, itt éltem. Ugye rengeteg ismerős van, és akkor nem csak a rendőri mi voltom mellett, hanem egyébként is. Rengetegen vannak úgy, hogy jönnek, és akkor szegény feleségem mondta néha, hogy amikor megyünk végig a főutcán sétálunk, azért nem igaz, hogy mindig meg kell állnod 2 percenként. De hát mit tudok tenni? Sajnos ez ellen semmit. Ezek is visszajelzések? Vannak visszajelzések ilyenkor is? Igen. Bár mondjuk hogy az a fő probléma, hogy mostanában már a személyes kapcsolatok azok egyre inkább kezdenek úgy leépülni, és ez nekem nagyon nagy problémám. Ugye mindez a térbe, a kibertérbe jövő üzenetek, minden, abban a pillanatban jönnek, most is ugye, amikor kaptam az elismerést, jöttek az üzenetek egyből, és nagyon hálás vagyok érte, hogy jönnek, és köszönöm szépen mindenkinek. Én jobban szeretem, amikor így szemtől szembe is elbeszélgetünk, mert aztán így előjön a család, előjön mind, és én ezt így jobban szeretem, de természetesen, amikor olyan van, és kapok egy olyan információt, például a közlekedés biztonság terén valamilyen szinten, amit nem biztos, hogy ott és azonnal meg tudok oldani, de akkor én megpróbálom azt a részét elővenni, hogy most akkor mit tudunk tenni azért, hogy esetleg azt orvosoljuk a saját területünkön belül. Mert lehet, hogy azt mondom neki, hogy ezzel az önkormányzathoz forduljon, ezzel az okmányirodához forduljon, ezzel bárhol forduljon. De hogyha a mi illetékesünk és hatáskörünk, akkor megpróbáljuk megoldani. Most így a beszélgetés végén még a célokról kérdezném. Gyanítom, hogy nem fog még leszerelni a következő időszakban. Jól gondolom én ezt? Melyek a legfontosabb célkitűzések a hivatás tekintetében? Na most ez egy érdekes dolog, mert pontosan 1 éven van hátra. Egy? Egy, igen. Ugye 1 év múlva betöltöm a törvény által előírt nyugdíjkorhatárt. Ez kötelező? Igen. Aztán meglátjuk. Most egyelőre ugye 3 gyerek van, ugye a legidősebb most nősült nemrég, a legkisebb még otthon van, de hát ugye ő még tanul, de hát ugye ő is most már érettségizik, úgyhogy lesz nekem bőven dolgom. És hogyha esetleg úgy lesz, hogy van lehetőségem nyugdíj mellett, ugye, mert ugye szeptembertől ugye a közoktatási államtitkár mondta, hogy azt hiszem szeptembertől lesz ilyen kötelező óra, hogy közlekedés az általános iskolákba. Azt nem tudom, hogy és mint tudják megoldani, de hogyha úgy gondolják, akkor én abban nagyon szívesen besegítek, mert hát azért
aztán van annyi tapasztalat, amit ezt így át tudok adni a gyerekeknek, meg hát szeretem is csinálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és még egyszer itt a műsorban még nem is mondtam, de szeretettel gratulálunk az egész stáb nevében. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a lehetőséget. Mayer László rendőrőrnagy volt a vendégünk, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának kiemelt fő előadója. Köszönjük, hogyha velünk tartottak. Tegyék ezt továbbra is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.